30 szakma kategórián belül közel 80 szakember tartott tájékoztatást a pályabőrzén az érdeklődő fiataloknak. Ingyenes képzéseket szervez az Arbor Vállalkozók Szövetsége. Hétfőn kezdődik a tanfolyam, de még lehet jelentkezni. Drogprevencióról és a közösségi média veszélyeiről tartott előadást Kurdics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes Gyergyószent Miklóson. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, jó estét kívánok! Pályabőrzét tartottak az elmúlt két napban Gyergyószent Miklóson, a Fogarasi Mihály Általános Iskolában 8. és 11-12. Osztályos tanulók számára. A különféle szakmák, hivatások ismertetése iránt nagy volt az érdeklődés, 1500 körüli résztvevővel számolnak a szervezők. Sok diák volt kíváncsi például a védelemre, a vendéglátásra, illetve a gazdasági ágazatokra is. A szakmunkáktól kezdve az oktatáson, az egészségügyön, a jogon, a médián, a gazdaságon, a mezőgazdaságon, az élelmezésen, a turizmuson, a sporton, a szépségiparon, valamint a művészeteken át, a mérnöki informatikai szakágakig szinte minden pályaterület helyet kapott az idei bőrzén. Ez alkalommal 8. és 11-12. Osztályos tanulókat hívtak meg a szervezők, a Gyergyói Medence Pszichopedagógiai Munkaközössége, hogy ismereteik bővüljenek a különböző szakmák, hivatások, munkahelyek kapcsán. Sólyom Kinga a gazdasági szakterületeken belül könyvelőként beszélt a jelenlévő diákokhoz. 2006 óta a mérlegképes könyvelő tagja vagyok, 20 éve dolgozom könyvelőként, és 3 éve saját könyvelési irodát működtetek. Mi a könyvelés? Lehet, hogy azt hiszitek, hogy valami új keletű dolog, de egyáltalán nem. Már az ókori mezopotámiában a sumérok agyaktáblákra épírással vésték fel az éves gabonai sörfogyasztást. A fiam szerint ebből az következik, hogy a könyvelés egyidős a sörre. A pályabőrzét megelőzően a szervezők kérdőívek alapján mérték fel azt, hogy a diákok leginkább milyen területekre kíváncsiak. Nagyon sokan a védelem iránt érdeklődtek. Ebben a témában a rendőrökön, csendőrökön, nyomozókon és a tűzoltón kívül légiós is tartott előadást. Utóbbi kettő más fontos tudnivaló mellett a hivatás választásának késztetéséről is beszélt. Szeretnék a kihívásokat, akkor maga az orvos ágazat, jöjjön, hogy tudsz is segíteni, látsz is, és minden szempontból ki tudod próbálni magad. Ez egy ősi dolog a férfinak, hogy katona legyen, próbálja tegye magát, vagy valami hasonló. Gyerekkorban lehet mondani, hogy ilyen cserkészet, igazi kalambár. Megtiltják, hogy otthonról a negyedik szomszédból, vagy a harmadik lépcsőház tömbház mögül elmenjél messzére, de még azért is felültözök, és elhúzok. Én is ezt csináltam. A gazdasági és a védelmi szakterületekkel párhuzamosan a vendéglátásban dolgozókkal is lehetett találkozni egy másik teremben. A tanulókat egyebek mellett a szakácsok, a pincér és a gyümölcsfaragó munkaprogramja és munkabeosztása, valamint a havi keresete is érdekelte. Az előadók egyébként minden szakterületen, minden felvetődő kérdésre válaszoltak. Földutak rendbetételével, sáncok, árkok takarításával, köztéri virágok kiültetésével március 25-én elkezdődött a tavaszi takarítás Gyergyószent Miklóson. Ezt követte a kalákaszerű tiszta és virágos nevezetű megmozdulása a tömbházlakók bevonásával. Hétfőtől a magánházaknál összegyűlt zöld hulladékot a megszokott háztartási szemét elszállításának programja szerint viszi el a szakcég. A lakók feladata az, hogy az összegyűjtött zöld hulladékot a háztartási szeméttől elkülönítve helyezzék ki a kapuba, a fanyesedékeket felmarkolhatóan összekötözve, a többi zöld hulladékot pedig átlátszó zsákba gyűjtve. Felhívják mindenki figyelmét arra, hogy a bontásból származó törmeléket, régi háztartási gépeket és bútorzatot ne tegyenek ki a takarítás alkalmával, hiszen ezeket nem fogják elszállítani a zöld hulladékokkal. Megoldás lehet az, hogy a meghibásodott elektronikai cikkeket a Goerti udvarára lehet szállítani, papírt például a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban is gyűjtenek. Bontásból, építkezésből származó hulladékot, a berendezési tárgyakat az RDE hulladékgazdálkodási vállalattal térítés fejében lehet elszállítatni,
A még használható ruhaneműt és cipőket a gyulafehérvári Caritas konténerei be lehet betenni. Az Arborvállalkozók Szövetsége két képzést is szervez, amelyeken résztvevők a munkaügyi és a tanügyi minisztérium által is elismert oklevelet kapnak a sikeres vizsgát követően. Az ingyenes tanfolyamok hétfőn kezdődnek, de még várják a marketing, illetve a humán erőforrás menedzsment iránt érdeklődők jelentkezését. Két képzés is indul Gyergyószent Miklóson jövő héten kis és középvállalkozások alkalmazottai számára. Ezek keretében az érdeklődők a marketing, illetve a humán erőforrás menedzsment szakmák rejtelmeiben nyernek bepillantást. Mindkét kurzus 5 napos, az első órák április 8-án és 9-én lesznek 12 órától 20 óráig, majd következő héten, hétfőn és kedden folytatódik a felkészítés az április 24-i vizsgára. Képzéseken résztvevők olyan oklevelet szerezhetnek, amelyet a munkaügyi és a tanügyi minisztérium is elismer. A marketing management kurzus esetén a vállalkozói kompetenciákat igazoló oklevelet, a humán erőforrás management kurzus esetén pedig olyan humán erőforrás menedzseri oklevelet, amelyet majd a foglalkozások nyilvántartásába is a megfelelő kóddal be lehet vezetni, és ez alapján akár a munkaszerződésében is az illető személy humán erőforrás menedzseré is válhat. Mindkét kurzus esetében feltétel, hogy csak munkavállalók jelentkezhetnek, akik bár egy órás munkaszerződéssel rendelkeznek. A marketing iránt érdeklődők számára nincs végzettségi kötöttség, ellenben a humán erőforrás menedzsment képzésre iratkozók felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzenek, valamint a munkaszerződésükben vagy a munkaköri leírásukban kell szerepeljen, hogy ők ezzel a tevékenységgel vannak megbízva. Nagy előnye mindkét kurzusnak az, hogy itt van Gyergyószent Miklóson is ingyenesen biztosított az, ami máshol azért elég szép összegbe kerülne. Tehát minden, ami egyszer a kurzussal kapcsolatos, az ingyenesen biztosított a szükséges kellékektől az étkezésig. Ugyanaz a személy csak az egyik kurzuson vehet részt, de ugyanattól a cégtől több résztvevő lehet mindkét tanfolyamon. A képzés az Arbor Vállalkozók Szövetségének székhelyén lesz, Gyergyószent Miklóson a Kossuth Lajos utca 208/A alatt. Jelentkezni még lehet mindkét ingyenes kurzusra. A szerdán lezajlott Speed Maraton elnevezésű európai szintű ellenőrző akció nyomán 481 romániai sofőr maradt gépkocsi vezetői jogosítvány nélkül, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Az akcióban országszerte több mint 1500 közlekedési rendőr vett részt, 737 helyen mérték az utakon a sebességet. Több mint 13000 gépkocsi sebességét mérték le, közel 8190 pénzbírságot róttak ki, és 481 sofőr jogosítványát függesztették fel. A rendőrség beszámolt a rendhagyobb esetekről is. A Dömbovica megyei Dragodánát településen, a 7-es jelzésű országúton például lefüleltek egy 28 éves férfit, aki ittasan 106 km/h sebességgel hajtott. Esetében a kilélegzett levegőben 0,76 mg/l légalkohol koncentrációt mértek, így bűnvádi eljárást indítottak ellene. Buzau megyében, Rákovicény település közelében a 2-es országúton egy 24 éves nő óránkénti 190 km-es sebességgel vezette autóját. Hivatalosan is megalakult az elnöki rendelet aláírásával Hargita megye tanácsa tájgazdálkodási munkacsoportja. A csoport vezetője Demeter László biológus, akinek szakterülete a biodiverzitás megőrzése, hagyományos kultúrtájak, természeti értékei, valamint a természetvédelmi területek menedzsmentje. Borba Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, méltatta a két egyetem, a Bábesbújai Tudományegyetem biológia és geológia kara, valamint a Sapientia MT együttműködését a megyei tanáccsal, valamint a tájgazdálkodási munkacsoport vezetőjének eddigi munkáját. Hargita megye Európa egyedi biokulturális régiója. Ember és természet évezredek óta él itt együtt, és ez az együttélés nem sérült annyira az utóbbi évszázadban, mint Európa legnagyobb részén. A megye kiemelkedően gazdag természeti tőkével rendelkezik, óriási kiterjedésű fajgazdag kaszálókkal, fáslegelőkkel, erdőségekkel, nagyon sok máshol ritka védett fajjal. A természeti erőforrásokkal való jó gazdálkodásra vonatkozó helyi, mélyen gyökerező tudásformák egyedülálló lehetőséget nyújtanak a fenntartható fejlődésben.
Természeti értékeink fenntartásához, a velük való okos, hosszú távú gazdálkodás előmozdításához szükség van egy olyan intézményi egységre, amely ötvözi a már jól megalapozott klasszikus szakterületek tudását és bölcsességét úgy, hogy egy minőségileg új, megoldásorientált tudásforma jöjjön létre. A munkacsoport missziója intézmények és szakterületek közötti együttműködések elősegítése, a Hargita megyei biokulturális tőke megőrzése és fejlesztése érdekében. A Hargita megye nagyon-nagyon gazdag természeti értékekben, sok szempontból Európa kiemelkedő helye. Ugye itt van a legtöbb fajgazdag gyep Európán belül egy egységnyi területen, illetve nagyon nagy populációink vannak olyan állatfajokból, amelyek máshol ritkák vagy veszélyeztetettek. Ebbe beleérthető a medve is, de más fajok, mint például a gólya vagy mások. És nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket ne csak passzívan használjuk, hogy elkönyveljük, hogy vannak és milyen jó, hanem próbáljuk meg gazdálkodni velük. A tájgazdálkodási munkacsoport ajánlására április 3-án a Megyeházán a Brassói Erdészeti Kutatóintézet munkatársa George Szürbu erdőmérnök nagyvad kutató tartott előadást mintegy 20 Hargita megyei vadgazdálkodási szakembernek a medve elkábításának és befogásának módszereiről és az ehhez szükséges eszközök használatáról. A kutatóintézet a továbbiakban segítséget nyújt egy regionális medvestratégia kidolgozásához, amelynek része a medvével kapcsolatos sürgősségi esetekben való helyi közbelépés. Tulajdonképpen a Megyei Tanács tájgazdálkodási munkacsoportjának a kezdeményezésére hívtuk meg az IKÁSZ-t, a Brassói Kutatóintézetet, hogy a regionális medvestratégiának a kidolgozásában segítsenek. A cél idővel olyan térségi szakértő csapatok létrehozása, amelyek rövid idő alatt direkt módon közbe tudnak lépni problémás helyzetekben, a helyismeretüket és tapasztalatukat használva anélkül, hogy más megyéből kellene kiszálljon egy erre szakosodott szakképzett személyzet, ugyanakkor a károk megelőzésében is tudnak segíteni a helyi lakosságnak. A szervezők elégedettek ugyan a pápa látogatásra regisztráltak eddigi számával, de több egyházmegye jelezte igényét a határidő meghosszabbítására, ezért április 22-ig még nyitott az előjegyzés Ferenc pápa csíksomjai látogatására, jelentették be a Szent Atya csíksomjai látogatását előkészítő szervezőbizottság tagjai. Olá Zoltán kanonok, a sajtóbizottság elnöke elmondta, ez idáig több mint 100 000 személy jelezte részvételi szándékát a pontifex.ro honlapon, amely szám egyébként fölülmúlta a szervezők várakozásait. Az eddigi adatok szerint a regisztráltak közül hozzávetőlegesen 25-25 000 vonatra, illetve autóbuszra szállnak, 33 000 gyalog érkeznek, pár százan pedig kerékpárral és motorkerékpárral. A szervezők azt javasolták, hogy a személyi gépkocsival való érkezést lehetőleg kerüljék el a zarándokok, ezért szorgalmazzák a csoportos regisztrációt és érkezést. Teljesen megszűnt a légi összeköttetés Marosvásárhely és Bukarest között. Peti András, a Transzilvánia repülőtér igazgatója szerint folyamatosan egyeztetett a TAROM képviselőivel, hogy megfelelő indulási és érkezési időpontokat találjanak, de a járatok időpontja is rendszeressége nem volt megfelelő a legtöbb utas számára. Megszüntette a Bukarestből Marosvásárhelyre, illetve Marosvásárhelyről a fővárosba tartó járatait a TAROM légitársaság. Peti András, a Transzilvánia repülőtér igazgatója szerint a járatok időpontja és rendszeressége nem volt megfelelő a legtöbb utas számára. Egy nagyon rövid és tömör tájékoztatást kaptunk a TAROM új vezérigazgatójától, aki talán egy hete került kinevezésre, amiben arról tájékoztat, hogy mivel nem jövedelmező a Marosvásárhelyi járat, ezért kényszerülnek megszüntetni. Én ezt nem tudom megcáfolni, sajnos az érdeklődés messze elmaradt az elvárásoktól, viszont az is igaz, hogy
ezekben az órákban és heti két alkalommal nagyon kevés utas számára volt megfelelő. Az igazgató elmondása szerint folyamatosan egyeztettek a Tarom képviselőivel, hogy megfelelő indulási és érkezési időpontokat találjanak, de eddig nem sikerült megegyezniük, így teljesen megszűnt a légi összeköttetés Marosvásárhely és Bukarest között. Az Országjárók, Világjárók előadássorozat következő 42. előadását április 8-án hétfőn 19 órától tartják a Gyergyószentmiklósi Művelődési Jászszínház termében. Az előadás címe 5 év, 5 kaland, Antal József és Nagy Hunor élménybeszámolója alapján. A rendezvényre a belépés ingyenes. Az Arbor Szövetség és a Szent István plébánia. Jó, ha tudunk róla rendezvény sorozat keretében, drogprevenciós témában tartott előadást Kódics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes csütörtökön. A meghívott előbb diákoknak tartott teltházas előadást a medence különböző iskoláiban, majd a Szent István plébánia nagy termében a kábítószerezés mellett a közösségi média felületek veszélyeiről is beszélt. Napjaink legaktuálisabb témájáról, a függőségekről tartott előadást a Jó, ha tudunk róla rendezvény sorozat keretében a magyarországi Kordics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes, aki bűnügyi nyomozóként nagy tapasztalattal rendelkezik többek között a drogfogyasztókkal, terjesztőkkel és függőkkel kapcsolatosan. Bajkó Tibor az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke a szervezők nevében köszöntötte az előadáson jelenlévőket, és humorosan megjegyezte, hogy másfél órán keresztül drogozni fognak, utalva arra, hogy az esemény fő témája a drogprevenció lesz szakértői tájékoztatásban. A szakértő az előadó személyét ismeretségük által mutatta be. Anyaországból, Magyarországról, Kecskemétről érkezett Kódics Mihály, én úgy mondom, hogy Misi barátom, hiszen családi barátok vagyunk, 2009-től ismeri Szentmiklós, amúgy ő a székelyföldi rovasünnep magyar hangja, és tevékenységének egy színesebb oldala, az pontosan ezeknek az előadásoknak a megtartása, nagy előszeretettel jár anyországon kívül, Felvidékre, Erdélybe. Én a sajtónak eléggé tévesen 35 darab előadást iratkoztam, a 200-as felejtettem el az elejébe tenni, tehát 200 fölött van azon előadások száma, amit Misi barátom megtartott az elmúlt, nem tudom hány esztendőre elmondott. És hogyha úgy szeretnénk szólítani, bemutatni, hogy én szoktam néha napján, akkor azt mondom, hogy Kódics ezredes úrról van szó. Ő engem ki fog most javítani, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen alezredes. Lényeg az, hogy a rendőrségnél dolgozott, pontosan a drogosok között nagyon sok esztendő. Ezért teljesen más szempontból kapunk rádiállítást, ugye mindarra, amit nagyon sokszor orvosok vagy pszichológusok drogprevenciós előadására hallani. Kódics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes előadásának bevezetőjében beszélt arról, hogy mikor és milyen módon került kapcsolatba a kábítószerekkel. A jelenlévő többsége még pajzán gondolat sem volt akkor, amikor kábítószer kiképzést kaptunk, amerikai kiképzéstől minden megyéből egy-egy nyomozó. 84-et írunk, még kőkeményen, kerítéseink vannak, határaink, őrzöttek, és így tovább. És akkor azt mondták, hogy még most nincs, de majd lesz. Emlékszel, Tibor, hogy amikor 2009-ben, 10-ben beszélgettünk, kérdezte, hogy mivel foglalkozol, meg miért jársz Erdélyben? Mondom, azért, mert hívnak drogprevenciót. Jó, hát itt Gyergyómedencében itt nincs drog probléma. Mondtam neki, hogy de majd lesz. Úgy nézett rám furcsán, hogy most én hozom majd, vagy mi fog történni. És akkor mondta, hogy de hát a mi gyerekeinket nem érdekli. Tudom, mindenki így kezdte, hogy nem érdekelte. De az alvilágnak egészen mások a stratégiái, mint ahogy azt a normális ember el tudja képzelni. Az alezredes egyéb függőségekről is beszélt, példákkal alátámasztva ismertette például a közösségi média veszélyeit. Hogy az adatainkat el tudják lopni. Hozzájutnak akár a nagygépünknek a teljes adatbázisához. Én is azt mondtam, amikor ezt így az informatikus kollégák elmondták, mondtam, hogy gyerekek, hagyjatok már, tegyen, van tűzfalam, vízfalam, mindenféle falam van, ide aztán be nem jön senki. Mondták, hogy hát persze.
Ezt gondolja az átlagember. És elmondtak Kolozsváron néhány évvel ezelőtt egy történetet, hogy valamikor, pár évvel ezelőtt a Pentagon központi szerverén megjelent, tehát ugye az amerikai hadsereg központi szerverén, ami 826 ezerszer van védve, és úgy, hogy oda aztán tényleg a senki be nem teszi a lábát, és megjelent egy angol szöveg, egy ilyen üdvözlő mondat, hogy üdvözlet Európából, pont. Azt szoktam mondani, hogy gondolom, hogy néhány tábornoknak megremegett a lábaszára, meg a szíve hevesebben kezdett verni, hogy ja. És mint kiderült, nagyon büszkén mondták a kolozsvári barátaim, hogy nem a János Zsigmondban, hanem egy másik meg nem nevezett magyar gimnáziumban, már érettségizett, már egyetemista a fia, 19 éves korában profi volt az informatikában, és kipróbálta, hogy be lehet-e jutni egy ilyen nagyon, be lehet. Hamarosan kiosztásra kerül a januári és februári hónaptól igényelt tűzifa támogatás. Az összesen 60 családot érintő juttatás átvételére április 8-án hétfőn 11 és 14 óra között várják a jogosultakat az önkormányzat szociális osztályának Kárpátok utcai székhelyére. Ezek voltak híreink mára, hétvégén hírösszefoglalóval jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!